Kedves idősebb és fiatal demokraták, fideszesek és szövetségesek, és különösképpen ti, akiket elsősorban a csalódás, a félelem, de talán leginkább a remény az, ami közelhozott. A mai időkben azt gondolom a legfontosabb, hogy erősek legyünk. Erősnek kell lennünk, hogy április 11-én és április 25-én valóra váltsunk egy régi ígéretünket, amit hosszú évekkel ezelőtt önmagunknak és gyermekeinknek tettünk. Erősnek kell lennünk persze azért is, hogy az ígéret valóra váltása ne függjön senki mástól. Erősnek kell lennünk azért, hogy ne kelljen megalkudni, hogy ne kelljen alábbadni. Erősnek kell lenni azért, hogy ne féligazságokból kelljen boldogulnunk. És természetesen erősnek kell lennünk azért is, hogy végre egyszer ne kelljen a lendületet megtörni, nem a mi lendületünket, ennek az országnak a lendületét, annak az országnak a lendületért, amely változásért kiállt. Erősnek kell lennünk, mert a változásból egy új Magyarországnak kell születnie. És leginkább, kedves barátaim, erősnek kell lennünk azért is, hogy képesek legyünk nem belebukni a győzelembe. Mert győztest az elmúlt időszakban már sokat láttunk. A vége mégis katasztrofális bukás lett. Sajnos nem csak az övé, hanem mindannyiunké. Nem elég tehát győznünk, az országnak kell nyernie velünk. Ehhez sokkal több erőre lesz szükség, mint gondolnátok. Az emberek ugyanakkora elszántsággal várják az elszámoltatást, a számadást, mint amekkora hittel és reménnyel tekintenek ránk. Ahogy nem olyan régen hallottuk, ránk szakadt a remény, és mi fideszesek most nem okozhatunk csalódást. Elsősorban helyén kell lennünk a szívünknek, helyén kell lennie az eszünknek, amikor szembenézünk a kihívásokkal. És ez nem lesz könnyű feladat. A mi felelősségünk, hogy a változásba vetett hit ne csapjon át csodavárásba. Ebben az országban mindenkinek meg kell értenie, hogy abból a szakadékból, amelyben a szocialisták ezt az országot taszították, nem lehet kiugrani, nem lehet kirepülni. Lépésről lépésre, kockáról kockára lehet ebből kimászni. A mi felelősségünk persze az is, hogy a számadás és az elszámoltatás iránti jogos igény ne csapjon át bosszúvágyba. A szocialisták, amikor mi elszámoltatásról beszélünk, leszámolást visítanak. Miért is teszik vajon ezt? Mert félelmet akarnak kelteni. Félelmet kelteni akarnak azokban, akik éppenséggel áldozatai és legkevésbé sem tettes társai voltak az elmúlt 8 esztendőnek. Félelmet akarnak kelteni, mert tudják, hogy a félelem megeheti a reményt, úgy, ahogy a rozsda a vasat. És félelmet akarnak természetesen kelteni azért, mert a hatalom elvesztése után a félelem mögé akarnak bújni, mint ahogy bújtak a hatalom idején a mentelmi jog mögé. Átlátszó és pitiáner trükk ez. Egy jószívű, jószándékú ember pontosan tudja a két dolog közötti különbséget. Az elszámoltatás és az elszámolás kötelessége minden magyar demokratának. A leszámoláshoz azonban nincs joga egyetlen egy magyar embernek sem. Örökre meg kell tanulnia mindenkinek, nekünk és az utánunk jövőknek is. Akié a hatalom, azé a felelősség, és az bizony kell, hogy számadással tartozzon kenyéradó gazdájának, a magyar adófizetők közösségének. Ha pedig hibázik, és hiányzik netán a leltár, valakinek a leltár hiány miatt jót kell állnia. Ilyen egyszerű ez az elszámoltatás. Amikor valaki itt Budapesten felszáll a buszra és nem vesz jegyet, megbüntetik. Akik szétlopták a BKV-t, és szétlopták az országot az elmúlt 8 évben, nekik talán pótjegyet se kellene váltaniuk? Ilyen egyszerű dolog ez. Egy új országban azonban a bizalommal visszaélők, az önmagukat a törvény fölé helyezőknek nincs helye a közélet színpadán. Azért mondhatjuk ezt, mert mi igazi demokraták voltunk az elmúlt 8 esztendőben. Demokraták voltunk és demokraták vagyunk, akik nem csak hogy nem félnek, de akiktől nincs miért félni. Kemény politikai ellenfelek voltunk,
és kemény politikai ellenfelek leszünk, a rend elszánt és tántoríthatatlan hívei. Egy valami azonban mindig hiányzott, és mindig hiányozni fog az eszköztárunkból, ez pedig az erőszak. Mi fideszesek egy vitában sosem használunk érvként gumilövedéket, és sosem használunk érvként kardlapot. És a vita végére sohasem teszünk vízágyúval pontot.